5 évre írtuk alá a szerződést, és nem csak egy névadó szponzorságról beszélünk, hanem nagyon komoly marketing és kommunikációs támogatásról. Azt láttuk, hogy van egy erős szemléletváltása a magyar fociban az elmúlt években, mi ezt szeretnénk tovább erősíteni. Igazán jó helyzetben vagyunk, hiszen a MOL és az MLS egy nagyon jó csapatot alkot. Megújul a férfi labdarúgó Magyar Kupa, MOL Magyar Kupa néven fut tovább, és akkor ezzel kapcsolatban készítettem interjút Csányi Sándorral, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökével, és Hernádi Zsolttal, a MOL elnök vezérigazgatójával. Az együttműködésről és egyáltalán arról, hogy miben újul meg a sorozat, nem csak a névadó szponzor megjelenésével, hanem akár ugye új logó, induló és a lebonyolítás is változik. Új lendületet kap a MOL Magyar Kupa sorozat ettől az évtől, új lebonyolítási rend lesz, ami azt jelenti, hogy egy mérkőzés dől a továbbjutás sorsa. Ez rendkívül kedvező a kis csapatok számára, hiszen egy mérkőzésen ki lehet harcolni a győzelmet, még a magasabban jegyzett csapatok ellen is. Az is segíthet a kis csapatoknak, hogy a sorsolás során ők a pályaválasztók, mindig az alacsonyabb osztályú csapat a pályaválasztó, és hazai közönség előtt játszhatnak, akár a közismert sztárok ellen is. Az egyértelműen kijelenthető, hogy a Magyar Kupa ezzel az új szponzorációval szintet lép, még nagyobb lesz a rangja, azt gondolom. Az elmúlt időszakban sok minden sikerült az MLS-szel közösen átalakítani a Magyar Kupában. Az egyik például az, hogy az első olyan forduló, ahol az NB1-es, NB2-es csapatok is szerepelnek, a hétvégére került, így aztán még közelebb tudjuk a szurkolókhoz hozni ezeket a kupamérkőzéseket, a nagy csapatokat is, hiszen nem az van, hogy szerda délelőtt vagy kora délután kell játszani ezeket a meccseket, hanem tényleg a hétvége az erről szól. Ennek köszönhetően mi is sokkal többet tudunk foglalkozni ezekkel a meccsekkel, több meccset is tudunk közvetíteni, összefoglaló műsorunk is lesz. A másik pedig az, hogy mostantól kezdve tavasszal is egy meccses párharcok lesznek, tehát még feszesebb, még több izgalmat hozó mérkőzések lesznek majd egészen a döntőig itt a Puskás Arénában, a Magyar Kupában, úgyhogy az M4 számára is egy, azt lehet mondani, még értékesebb termék lesz, és nagyon izgatottan várjuk azt, hogy a végén majd melyik csapat lesz az, amelyik itt ünnepelhet a döntőt követően. Az MLS szempontjából egy valami biztos, hogy 1909 óta fut ez a kupa, és ebben az évben ez már nem lehet ugyanaz, mint ami eddig volt. Valami egészen új indul el a MOL segítségével. Hogyha az ember a nyugat-európai kupákra gondol, akkor rögtön úgy eszébe jut a stadion, eszébe jut a zene, eszébe jut az arculat, amivel megjelenik a kupa, esetleg azok a tartalmak, amik megjelennek az interneten. Ezek mind olyanok, amivel foglalkozott ez a projektcsapat. Ma 128 csapat munkatársa megkapta azokat a irányelveket, logókat, amit használni fog már a mai sorsolás után is, és arra számítunk, hogy a közösségi médiás felületeken, Instagramon, Facebookon már a mai naptól megjelennek azok a tartalmak, amik a következő időszakban folyamatosan szembe jönnek az ország minden területén, amerre Magyar Kupa mérkőzést rendeznek. Minden ilyen tradicionális kupasorozat akkor működik igazán, hogyha vannak példaképek. A mai sorsoláson három olyan igazi példaképet tudtunk elhívni ide a Puskás Arénába, akit szerintem nagyon szívesen láttak viszont a szurkolók. Nagyon örülök, nagyon boldog vagyok, hogy a klubbal, a Budapesti Honvéddal, mint játékos, tulajdonképpen az első évemben már bajnok és kupa győztesnek mondhattam magam. Most edzőként megélni, ez megint egy másik helyzet, úgyhogy ketté tudnám osztani, de mind a kettő nagyon, nagyon itt van a szívemben, nagyon, nagyon fontos. Először azt üzenném a nagy csapatoknak, hogy semmi elbizakodottság és teljes koncentráció, mert egy mérkőzésről szólnak a dolgok, és nagyon fókuszálni kell. Minden átadás, minden támadás, lövés, gólnak jelentősége van. Az első osztály, másodosztályban lévő csapatoknak, a kis csapatok ellen, megyei csapatok ellen játszani, mindenképp óvnám őket az elbizakodottságtól. Természetesen önbizalommal kell játszani, de az, hogy lenézzük őket, vagy bármilyen, az vesztes helyzetből indul. Tisztelni kell az ellenfeiket. A kicsiknek pedig természetesen azt, hogy ne féljenek, bátran játszanak, és az alacsonyabb osztály csapat mindig arról volt híres, hogy egy felszabadult, egy jó hangulatban, és minden nyomás, teher nélkül tudnak egy felszabadult jó játékot adni ki magukból. Tulajdonképpen játsszák azt, amit ők tudnak, és teljes szívvel, őszinteséggel egy nagyon kultúrát, futballt mutassanak be, amiben ők idáig eljutottak.
ötször sikerült megnyerni a Magyar Kupát, tele vagyok jó emlékekkel. Talán az első az, ami a legkülönlegesebb, amikor a Honvédot vertük meg, igaz, ők még MB2-es csapat volt akkor, de mégis mindenki azért az elsőre emlékszik. Én azt gondolom, hogy sokkal izgalmasabb lesz a Magyar Kupa, hiszen egy mérkőzésen el fog dőlni. Egy kis csapat jó napot kifoghat, a nagyobb csapat pedig rosszabbat, ha nem áll úgy hozzá a mérkőzéshez, akkor nincs javítási lehetőség. Ebből a szempontból mindenképpen izgalmas lesz. Így szerintem egy fiatal számára ez egy nagyon nagy kihívás, egy nagyon nagy bizonyítási lehetőség. Abból a szempontból is, hogy lehet, hogy egy ilyen sorozatban figyelnek fel rá. Lehet, hogy nem a kiemelt akadémiákat választotta, hanem inkább elment alacsonyabb osztályba felnőttek közé edződni, és akár innen még visszavezetett neki az út a profi futball felé. Úgyhogy ilyen szempontból is szerintem egy különösen fontos szerepe van a Magyar Kupának. Nekem ez hiányzott a pályafutásomból, egy Magyar Kupa győzelem. A sorozat nagy részén játszottam, a döntőbe pályára léptem, és én vehettem elsőként magasba a kupát, így mindenképpen így a pályafutásom vége felé ez egy örök emlék marad. Ez egy nagyon komoly nívós sorsolás volt, komoly felvezetéssel, azt mondja, komoly helyszínen tényleg, ahova minden csapat tart. Úgyhogy ez is bizonyítja azt, hogy valóban ez nem csak egy kis sorozat, amiről bárki beszélt korábban, hanem most feértékelődés nem csak azért, mert Európa Kupában szerepelhet, aki ugye megnyeri a trófeát, akár a fiatalok szempontjából, akár a kisebb csapatoknak, tényleg olyan élményekkel gazdagodhatnak itt a játékosok, és olyan szép sikerekkel, amit csak a Magyar Kupában tudnak elérni.